Tihanyiné Bálint Zsuzsanna az alkotásról. Bármit is alkotsz, jobbá válsz tőle. Szebb lesz a lelked, ha csak felnézel a szikrázó esti égre. Ha öleled szerelmed, és szirmokat szorsz köréje, ha előtetsz, vagy megcsodálsz egy gyönyörű virágot, rózsaszínre fested az álmod, régi falaid égszintjékre. Alkotás az is, ha csak meglátod magad körül a szépet, s a te eszközeiddel naponta újra teremted, igényled. Alkotás, ha a jót többre tartod a rossznál, ha megeteted a gyengét, terített asztalodnál. Ha csokrot készítesz neki és magadnak, ha gyertyát gyújtasz a köszönő szavaknak. Alkotás minden, mi több, mint a létet fenntartása. Az alkotás az ember egyetlen, önzetlen, fölösleges, ám szépséges isteni mása. Isten itt van, és mindenütt. Benne az egyben, s az egészben. Benned ő, és még 8 milliárd van. Benne a földben, a vízben, a fában. Álmodban vagy ébren, a múltban, a jövőben, a mában. Benne a tudomban, s abban, ha képlen. Mindenben, ami jó, szép és tiszta, mert mindeztől neked az embernek adta. Hogy képes légy te is a csodára, ha akarod, az igaz teremtésre, az alkotásra. Egy törvény van a világon, semmi több, hogy a jó mögött mindig ott settenkedik a gonosz, hogy az ember félvakon hamarabb látja meg, mi a rossz. Ám amikor már a szakadék szélén botladoz, akkor hirtelen híd támadott és fényesség ragyog, mert a jó mindig győz a rút felett, hogy még létezünk, csak így lehet. Ez hát a teljesség, a yin és a yang, a csengő csilingelése, a nagy harang. Így lesz a lentből a fent, előtérből a vissza, és hogy miért pont így? Na hát, hát ez a teremtés, alkotás, igazi sejtelmes, rejtelmes, varázsos, örökös, szépséges. Dobó Zoltán méltatta a kiállítás anyagát, a tapolcai alkotó művészi, közösségi szerepvállalását a szép számú vendég előtt. Az imént a bevezetőben, a megnyitóban hallhattunk egy verset, és három gondolat, három szó fogalmazódott meg bennem. Az első a tehetség, a második a művészet, a harmadik pedig a felelősség. Tudom, hogy ahányan vagyunk, körülbelül annyiféleképpen gondolkozunk erről a három fogalomról, de most ismerve az ön eddigi társadalomban kifejtett tevékenységet, otthon végzett munkáját, én azt gondolom, hogy sok mindent megmutatott nekünk, de én most egy kis szeletét ragadnám ki a művészeknek, és egy felelősségre és a felelősségvállalásra mutatnék rá. Nem mindenki rendelkezik azzal a képességgel, a Jóistentől kapott oly tulajdonsággal, hogy a művészetben, az alkotó művészetben tehetségesnek mondják. És amikor valakiben szárba szökken a tehetség, és művész válik belőle, akkor valószínűleg sokkal többen figyelünk rá, és sokkal fontosabbnak gondoljuk az ő tevékenységét, mint amit egy átlag, egy varástalan ember el tud mondani a világról. Önöknek megvan az a képességük, tehetséges művészeknek, hogy az érzéseiket, az elképzeléseiket olyan módon láttassák velünk, hogy nem csak a szemünknek, hanem a lelkünknek is adnak valamit. Egy pillanatra kiki átérezhet bizonyos érzéseket.
Még az is lehet, hogyha én az ön képét nézem, nem pont azt érzem, ami önt megihlette, de mégis kapok tőle valamit. És itt jön a felelősség. A felelősség azoknak, akik üzennek, üzennek felénk, üzennek a többiek felé. Ma megfogalmaz üzeneteket, akár legyen az társadalmi üzenet, akár legyen csak a művészet szeretet önmagáért. Biztos vagyok benne, hogy nem múlik el nyom nélkül senkiben. Ahogy egy idős ember neveli az unokáit és példát mutat neki, 50 év, vagy 52, 70 év után bizonyára egy helyi művész is nagyon sok mindent tud mutatni azoknak, akik gondolkoznak azon, hogy a bennük lévő tehetséget és alkotókészséget meg akarják-e mutatni, és hogy akarják megmutatni. Én biztos vagyok abban, hogy az 50 képben és a 70 évben sokkal több van, mint amit a számok mutatnak. Én szeretném megköszönni az én városom nevében, hogy ezt a 70 évet, a legtöbbet a 70 évből köztünk töltötte, hogy a legtöbb képet, ami nyilván jóval több, mint 50, azt köztünk alkotta, és a témák közül oly sok a helyi közösséget érinti, a helyi közösség életét dolgozza fel. Köszönöm szépen az útmutatást, amit tanárként, pedagógusként, és később, ugye jön a felelősség, amit később felvállalva a művészek felé is mutatott. Remélem, hogy a művészetben, a tehetségben és a felelősségvállalásban a 70 év után is lesznek követők, és jó példaként fog szolgálni ez a két szám mindenki számára, aki úgy érzi, hogy van mit mondania és van mit mutatnia. Köszönöm szépen az alkotásokat, köszönöm szépen az 50 képet és a 70 évet a város nevében. A mostani Ajkai kiállítás címében szereplő 70-es szám az alkotó életkorára utal, míg az 50 kép természetesen a kiállításnak helyet adó teremfalára akasztott festmények számát jelenti, tudtuk meg. A jelenlévők azonban a képek alatt egy-egy Tihanyiné Bálint Zsuzsanna költeményt is találhattak, amelyet ugyan nem tője, de mégis azok a festményekhez valamiféle érzelmi szálon kapcsolódnak. Attól búcsú kiállítás, hogy Tapolcán szeretett, szerelmetes városomon kívül utoljára rendezek máshol kiállítást, köszönve az Ajkai Művelődési Központnak, aki nekem, magamnak is, mint alkotónak, meg az általam ugye 12 éven keresztül vezetett Tapolcai Városi Képző Művészkörnek is több alkalommal adott otthont, úgyhogy egy kicsit félénk meddig már majd, hogy nem az otthonunk, de én most 70 éves koromat elérve, a 70-et, köszönöm, a 70-et betöltve egy óriási küszöb előtt állok, amelyet a mai alkalommal átszándékozom lépni, és megint egy újabb életszakaszba fogom folytatni az életemet, természetesen nem abba hagyva a szünet nélküli nyüzsgést, mert arra képtelennék, mert személyiségemből fakad, hogy egy másodpercig nem tudok megállni, de más dolgokat tervezek eztán, egyrészt, másrészt pedig a nyilvános már amennyire én magamról ilyet mondhatok, tehát ilyen nyilvános szerepléseket, azokat mindenképpen abba fogok hagyni, és a férjecském óriási örömére energiáim jó részét rá igyekszem a jövőben koncentrálni, amitől szegényként már előre reszked, de remélem, hogy nagyon nem fogja bánni. Még mielőtt erről a kiállításról kérdeznélek, nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk, mi lesz ez a következő élet? Mármint ami eztán következik? Hát van egy nem beteljesült, óriási vágyam, hogy miután, mint ez a kiállítás is bizonyítja, itt nem csak 50 képet láthat a közönség, hanem 50 verset is olvashatna el, aki esetleg egészen őrült lírai beütéssel rendelkezik. No, ezt persze nem remélem, de azért remélem a közönség egyáltalán elolvas, majd ezt kérni is fogom. A lényeg, ami a lényeg, hogy én... hogy is mondjam csak, büszkébb vagyok a verseimre, mint a képeimre, megmondom az őszintét. Én nem vagyok kompetens a saját magam munkásságát megítélni, de úgy érzem én, hogy a verseim
hát úgy mondjam, minőségibbek, mint a képeim. Ezen most nagyon meg vagyunk lepődve, valóban. Igen, és a helyzet az, hogy nem szeretnék anélkül meghalni, hogy lehetőleg a verses kötetemet ne tudjam kiadatni. Na most, mivel mi a férjemmel együtt, abból következően, hogy egész életünkben elég sokat dolgoztunk, ebből fakadóan nem sikerült meggazdagodnunk, máig se sikerült, és sajnos nem tudom saját pénzből kiadatni a verses kötetemet, tehát, de tudom, hogy van rá lehetőség, vagy vannak rá lehetőségek, hogy vannak bizonyos fórumok, cégek, akárkik, akik ingyen is adnak ki verses kötetet, úgyhogy most szeretném majd ezt kiadásra kész állapotba hozni. Esetleg van egy állati jó regényem is, lehet, hogy még azzal is megpróbálkozom, tehát írni szeretnék, sok festeni is természetesen, csak ezt nem fogok kiállítást rendezni, illetve Bogikának, a Tapolcai Tamás Jára Művelődési Központ igazgatónőjének köszönhetően, na meg hát természetesen nem utolsósorban polgármester úrnak, akinek köszönhetjük, hogy otthonunká válhatott a ház, tehát ott még Tapolcán rendezhetek Bogi által felajánlottan egy utolsó ilyen búcsúkiáltást, ahol is a tapolcai közönségtől is majd elbúcsúzhatok, és aztán utána, mint mondtam, más területekre elvezek. Tehát akkor ez a kiállítás, amit most nem sokára látni fog a közönség, és még egy jó ideig látni fog, ezek már a költészet jegyében születtek. Hát valamennyire igen, bár azt meg kell, hogy mondjam, hogy kétfajta vers létezik képek kíséretében, vagy képek mellett. Az egyik fajta egy tapolcai kolléganőm szeret a konkrétan a versekhez, vagy a képekhez verseket írni. Én ezeket a verseket nem ezekhez a képekhez írtam, csak amikor kipakoltam a képeimet, ugye a fölrakás előtt megpróbáltam annyira társítani, hogy vannak olyan képek, amikhez passzolnak, például a férjem iránt érzett oldhatatlan szeretetem kifejeződések, éppen azt a verset raktam a férjem mellé, ami ezt fejezi ki, vagy a gyerekeim mellé, de van, ami hát egészen más, tovább ennyit erről. Mint profi festőnek, és remélem nem bántódsz meg, amatőr költőként, mi az, ami a költészetben megfogott, mi az, ami megragad benne, és mik a fő témái? Igen. Hát talán azzal kezdeném, hogy mióta írok verseket, amióta eszmélek. Gyakorlatilag amióta egyáltalán tollat tudtam fogni a kezembe, vagy ceruzát, vagy egyáltalán ecsetet, én egészen pici korom óta állandóan írkáltam, alkottam, házakat, várakat építettem, papírt, tehát mindig is bennem volt ez a borzasztó beteges fokozatú kreativitás, amit Isten ajándékaképpen, aztán hála Istennek kamatoztathattam 40 éven keresztül, mint tanár, mert a tanárság pedagógiánál jobban ezt a kreativitást semmilyen területen nem lehet szerintem megélni és kiélni. Úgyhogy szóval verseket is nagyon-nagyon régóta, meg hát egészen pici korom óta nem csak írni szerettem verseket, hanem tanulni is, elmondani is, nagyon-nagyon szerettem. Sok kedvenc költőúriásom van, költőm van, és hát szóval általában véve nem nagyon kezdődhet számomra úgy egy nap, több ilyen hajnalban jön rám az ihlet Isten, amikor is ne írjak egy újabb verset. Szeretek verset írni. Klassz játék ez is. Láttuk itt a képzőművészkör tagjait, tehát láthatólag szívesen érkeztek erre a rendezvényre, beszélgettél velük. Igen, igen, nagyon szeretem őket. Az egy dolog, hogy én lemondtam a Tapolcai Városi Képzőművészkör vezetéséről, mert kellőképpen öregnek éreztem már magamat ahhoz, hogy átadjam a stafétabotot egy fiatalnak. Egyébként ezt már évek óta érzem, és évek óta szerettem volna, csak nem igazán jött ez össze a közelmúltig. De ez a társaság, ez nem csak arról szólt, hogy együtt alkottunk, és egyre többet már együtt alkottunk, hiszen az egyre gyakoribbá váló kiállítás, sok kiállítás, sorozatok is bizonyították, hiszen a megyében sok helyen állítottunk ki, hanem arról is szólt, hogy ahogy megismertük egymást, meg is szerettük, és gyakorlatilag mint barát voltunk, mi mindig is együtt működtünk közre, mint barát mentünk el rengeteg kiállítást megnézni, mások alkotásai, mások munkássága iránt is érdeklődni, mert én mindig is úgy gondoltam, hogy az tisztességes, hogyha az ember maga alkot, akkor ne zárkozzon be ilyen lárpullár módon valami elefántcsontoronyban, hanem érdeklődjön a külvilág iránt is, a világ iránt is, barátok iránt is. Annak idején ezelőtt azt hiszem, tán 13-14
tizenakárhány évvel ezelőtt azért találtam ki az Ablakaink című kiállítás sorozatot is, amit több mint egy éven keresztül rengeteg levelezéssel, minden prominensnél való látogatással egybekötve megszerveztem, és a legelső ilyen kiállításunk annak idején a Dimitrovban volt még Veszprémben, csak óriási pechünkre, az első kiáltásunk után következő évben bezárt a Dimitrov, és lebontották a házat. Aztán utána Tapolcának és az akkori polgármester úrnak hála és köszönet, ott rendezhettük meg. Mostani polgármester úrnak megköszönve, nagyon hálásan csinálhatjuk azóta is, bár a Covid egy kicsit közbeszólt, és rengeteg barátra tettünk szert, emiatt az Ablakaink miatt rengeteg olyan embert ismertünk meg, akiket megszerettünk, és ők is remélem, hogy elmondhatom, kölcsönösen szeretnek bennünket, és tisztelnek bennünket. Mint reméljük, hogy a barátok között egy kicsit mi is ott vagyunk, tehát a médiának a tagjai, és mindenhez, amit itt látunk, ez a kiállításhoz és a jövőbeli életedhez is nagyon-nagyon sok szerencsét és boldogságot kíván. Nagyon szépen köszönöm, és rajtatok kívül megköszönve minden eddigi kedves közszereplési megnyilvánulás biztosítását, együtt a Tapolca város közönségét is nagy szeretettel és tisztelettel üdvözlöm innen is.